elbúcsúzhatunk az idén a nagy rendezvényektől. Közel három hete jelentette be az Éjjel Szexárd frakció tagjaiból álló szervezőbizottság, hogy a szexárdi szüreti napok elmarad. Információink szerint érdekellentétek okozták a rendezvény lemondását. A csütörtöki kormányinfon Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani, így a szexárdi szüreti napok lemondásának valós oka már nem derül ki. Az országos bejelentés után több olyan rendezvényt is kénytelenek visszamondani a szervezők, amik már 90%-os készültségben voltak. Ilyen volt az 5. bátaszéki bornapok is. Csötönyi László, a bátaszéki bornapok főszervezője elmondta, hogy már a bejelentés napján megkezdték a fellépők, a kirakodók, a vidámparkosok és minden egyéb szolgáltató kiértesítését. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere azt mondta, nagyon bíztak benne, hogy megtarthatják a fesztivált, de az 500 fős korlátozás ellehetetlenítette a rendezvény megtartását. A polgármester szerint azonban szükség van kisebb rendezvényekre, hogy az emberek végre kimozdulhassanak és kicsit visszakapják a közösségi élményt. Ezért a következő hónapokban szabadtéri zenés rendezvényeket szerveznének majd a város területén. Alapvetően utca fesztiválokban gondolkodunk. Egyébként bátaszékre jellemző is volt, hogy a nyár folyamán utcafesztiválokat tartottunk. Ugye ezt a képviselőtestület döntése alapján ebbe az esztendőben december 31-ig töröltük. Ezeket fogjuk újra gondolni, és ha lehet egy ilyen kéthetes periódusokban, azért lehetőséget teremteni szabadtéri szórakozásra. Az utcafesztiválok egyelőre a tervezés fázisában vannak.